Itt az a lényeg, hogy a termék és az ember közötti kapcsolat legyen meg. Tehát nem az, hogy most hova jut el, hanem hogy ki használja, hogy használja, szereti használni, mindegy, hogy hol használja, csak hogy tényleg viselje ezt a terméket, és ne otthon a szekrénybe üljön, mert nekem ez olyan megfizethetetlen reklám, hogyha ő azt használja, amit pénzzel én nem tudnék megvenni. A diplomunkám az a táska kollekció volt, és ezt vittem tovább. Tehát ez már elindította a folyamatot. Az nem volt biztos bennem, tehát mindig, amíg vágyam voltak, hogy na, hogy ezekkel szeretnék foglalkozni, ezt még nem tudtam pontosan, hogy most táska lesz az, amivel fogok úgymond kenyeret keresni. Jelenleg ez, de szeretnék még másba is tovább lépni akár. Amit én nagyon szerettem az egyetemen, hogy ez a nagy hangsúly volt, hogy nem az volt, hogy csak tervezünk, hanem azt ki is kellett vitelezni. Tehát minden fél év végén volt, mit tudom, 20-30 darab tervünk, de abból 2-3-at el kellett készíteni. És volt rá műhelyünk, műhelyben voltak vezetőtanárok, 2-3, de igazából mindenki saját magának kellett elkészítse azt a terméket, amit megálmodott. Ezáltal serkentett egy olyan, meg fejlesztett olyan téren, hogy úgy gondolkozunk, meg úgy tervezzünk, hogy azt lehessen véghez vinni, és lehessen adott technológiát találni rá, hogy az kivitelezhető legyen. Én sosem voltam az a fajta üzletpolitikám, hogy na, hogy rábeszéljek, hogy na, ez a jó, ezt vedd meg, ezt. Tehát, hogy ő, hogyha úgy érzi, hogy neki ez passzol, akkor utána attól fogva elkezdődik egy fajta párbeszéd, úgymond egy rendelésfelvételnél, amikor bejön a kliens, és akkor elmondja, hogy na, mi az, amit körülbelül szeretne. Sokan nem tudják, hogy még milyen színvilág, vagy mi ez a modell, ami neki hozzáillő lenne. De akkor így végigmegyünk, hogy mi az a ruhatára, mihez passzolna, milyen méret, mi kell belemenjen a táskába, hol fogja használni, és akkor azt szerint már elindul, hogy tehát ki tudunk indulni, hogy mi lesz neki, ami jó. És akkor így alakul ki egy táska személyre szabottan. Vannak alapmodellek, amik úgymond egy kiinduló pont. Persze azért közben vannak olyan kliensek, akik elrugaszkodva jönnek, hogy nekik már pedig egy utazótáska kell, és akkor ehhez is, hogy lehet belefértetni ezt a csíkos rendszert, akkor nekem is ez egy fajta kihívás, hogy egy újabb modell születik meg. De azért általában, tehát nagyobb részben azért megvannak a modellek, a sablonok, amit már kiszerkesztettem, és akkor azt szerint még tudunk pici méretet módosítani, akkor azt szerint a színeket hangoljuk össze. Nyilván van beleszólása neki is, hogy körülbelül mi az a, tehát elmondja, hogy mi az a színskála, amit szeretne, hogy a táskába benne legyen, és akkor utána közösen meg segítek, hogy lehet összehangolni. Nyilván vannak olyan igények is, hogy most mit tudom, hideg-meleg szín is legyen benne, akkor próbáljuk azt, hogy van egy olyan modell is, ami két oldalú a táskának, egyik oldala teljesen más szín, mint a másik oldal, és akkor ebben még több variációt bele lehet vonni. Ez egy folyamat szerintem, ami kialakult ez az egész táska köré. Tehát az egy táskával indult, tehát igazából egy kollekcióval indult az egész, a diploma kollekciómmal, és ez maga magát vitte, tehát így alakult brandé az egész. Egyre több vásárló jött be hozzám, több embert szolgáltam ki, több embernek volt táska, tehát így lett ismerté maga az Esztány táska. Azt érzem, hogy az ár is számít, de sok kliens, tehát hogyha azt látom, hogy nincs akkora anyagi kerete, hogy csak úgy egyik napra, másik napra megengedhetné rá,
megengedheti magának, akkor is úgy látom, hogy azért inkább kivárja türelmesen és gyűjt rá, hogy legyen olyan, amit ő szeretne. Legtöbb táska úgymond egyedi és megismételhetetlen volt, mert kevés mennyiség, tehát hogy nincs nagy mennyiségű bőr nekem készleten, ezért folyamatosan változik a színskála is. Tehát lehet, hogy ugyanaz a szín már létezik, az a színösszeállítás, de teljesen más bőralapanyagból. Tehát ezért már egyedi és megismételhetetlen az az ő táskája, ami neki elkészült. És ezzel is próbáltam egy olyant behozni, hogy még jobban érezze, hogy neki van egy sorszáma. Én azt az adatlapomra is leírom, tehát egy 5 év múlva is tudom, hogy tehát vissza tudom keresni azt a sorszámú táskát, hogy kinek kié volt. Tehát, hogy ez egy kicsit még személyesebbé is teszi, megad egy olyan fajta kötődést, ami nem csak egy 100-ból egy darab táska. Első körben ugye ott van megvan az alapanyag, meg vannak a színek, és akkor ezt kiválasztod, ott eldöntöttük, hogy milyen táska, milyen modellt készül, akkor ennek elkészül egyszer a szabás mintája, a modell, a kísérletezés, és akkor ez szerint kiszabódik javarészt kézzel, ami olyan modellek, és vannak az újabb talpas modelleknél, vannak leméretezett szabáskések, aminél csak kiterítjük a bőrt, csak akkor a méret szerint kivágjuk a géppel. És akkor ez egy egyszerű gép, ami igazából a bőrt kiterítem. Tehát adatlap szerint tudom, hogy mi az, amit ki kell vágnom. Tehát minden táskának megvan az adatlapja, és akkor megvannak a méretezések, és akkor tudom, hogy 3x26-os kell vágnom, akkor az itt is van. Na, akkor a méretet. És akkor ez ki is vágta, és megvan ez a méretünk. Ezeknél vannak olyan vékonyabb bőrök, amikor még alul még rákasírozunk egy vásznat, hogy legyen tartása, szebben forduljon ki a maga a táska is, és az állása is jobb legyen. Tehát amikor szabás megvan, ki vannak szabva az alapdarabok, akkor a lapos gépen, így a csíkokból, tehát ezekből az összes csíkokból áll össze igazából a redős táska rész. Még összevarródnak szín-színnel, majd letűződik, és így adja, így képezi meg a táskának az alaprészét. Utána, amikor megvan ez a rész, hogy össze vannak varva az alapok, itt látszik a maga a bővülés is, tehát így hosszan, akkor jön rá a logó, a bélésezés, és akkor ezen a garosgépen, tehát ez két garosgépen tud összeállítódni az alapmodell, ahol felvarródik az alja, a födél elkészül, akkor ezek a koszorúk bevarródnak, és akkor így jön rá a csap, és lesz majd a kész táska. Órába lebontva egy olyan 4-5 óra, 6 óra körülbelül. Ez méretfüggő is, mert van ebből nagyobb, kisebb, de általában körülbelül ennyi időt vesz igénybe, amíg elkészül egy darab. Egyetem alatt foglalkoztam én táskával is, tehát nem csak a diplomakollekcióm volt az első táska, tehát azelőtt is folyamatosan ugye a bőrszakon a táskákat készítettünk legtöbbet, de volt egy fél év, egy év, amikor cipővel foglalkoztunk. És az mind forma, technológia nagyon tetszett nekem, és nagyon megfogott. Csak mivel ez egy biztosabb út volt a táska, mert ezt én kisebb műhelyjel is létre tudom hozni, pár géppel és pár emberrel is létre tudom ezt hozni. A cipőnél egy teljesen más történet van. Tehát ott is lehet kicsibe, csak akkor az egyedi és személyre szabottan,
de az lehet, hogy nagyon magas áron lehet előállítani, ezért itt egy kicsit nehezebb lenne megmaradni vele, úgy gondolom, vagy nem próbáltam ezt a részt. A vásárló az a legjobb, igazából a legjobb visszajelző, vagy a legjobb tükör, mert ő egy fél év múlva megmondja, hogyha valami elromlik rajta, vagy hogyha jó a bőr, vagy éppen nem vált be az a bőr. Mert ugye sokféle színnel, sokféle bőrrel dolgozok, mindegyiket nekem sincs időm letesztelni sajnos, és azért volt eset sajnos, hogy mit tudom, kopott a bőr, vagy hamar, ezt mit tudom, szint engedett, voltak ilyen problémák, és akkor erre folyamatosan visszajelzést kaptam, és erre tudtam figyelni, vagy milyen alkatrészeken kell dolgozni, cserélni, vagy máshova rakni ahhoz, hogy a táska stabilan maradjon, ne legyenek problémák. A táskáknál nyilván a női vásárlók azok a fő tesztelők, és figyelem én is, hogy akár ismerős körbe, hogy visszalátom újra azt a táskát egy fél év múlva, és akkor látom, hogy melyik bőr az, amelyik nem bírta, vagy a vászon nem bírta, vagy cipzár. Egy időben a cipzárral volt több problémám. Nem bírt. Volt egy időszak, amikor én is belefuttam olyan cipzárvásárba, amit nem vettem észre, és utólag elég sok galiba lett belőle, mert nem volt jó. Igazából a kulcs, a ciphúzó kulcs nem volt jó, nem volt olyan öntvény anyagból, hogy megbírta volna. Mindig is kérem, tehát nálam nem úgy működik a garancia, hogy egy hónap, fél év, hanem bármikor, ha bármi történik vele, akkor kérem, hogy akkor szóljanak, vagy hozzák vissza, beszéljük meg, nézzük meg, hogy és akkor azt általában mindig megoldjuk. De mondom, eddig, ami a legfőbb problémát okozta, az a cipzár volt. Ami egy darabos rendelések, vannak ilyenek is, amikor így e-mailen keresztül jön egy rendelés, azt nyilván ugyanúgy e-mailen lebeszéljük, fotót küldök, hogy lehetne összerakni, mi az, ami szint kellene bele, méreteket elkészül, és akkor utána posta. Több mind Olaszországból jönnek. Tehát sajnos itt is vannak gyárak, de minőségben még nem találtam olyan jó alapanyagot, meg színekben, mert ugye gyárban általában egy-két szín gyártanak, és nekem nagyon sok szín kell, és sokféle, és egy gyár, tehát történetesen itt helyben is úgy működik, hogy van neki egy nagy megrendelése, hogy kell mondjuk 5000 méter fekete boxbőr, amiből csinálnak táskát, vagy cipőt, bármi, csak akkor azt legyártsák. Tehát nem, nincsenek ilyen nagy színválasztékpaletta. És akkor ezért kereskedőkön keresztül tudok én alapanyaghoz jutni, színes alapanyaghoz. Jelenleg még azért a táskákon van mit még csészolni és bővíteni, tehát több fajta stílust kép, de nem egy stílus, de több fajta modellt, egészen pénztárcától a nagy utazókig, amit még jobban ki kellene csiszolni, és még többet dolgozni rajtuk. Ezen felül meg az egyetem alatt foglalkoztam cipővel, az, ami nagyon érdekel, egy érdekes témakör számomra. Nyilván ehhez még technológiai háttért kell teremtenem, amivel olyan használható, hordható cipőt tudok alkotni, hogy megállja a módját. De ez egy hosszú távú tervállom igazából. Most még jelen pillanatban úgy nézem.